Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, channeling a Bibliából. Hogy jutottam el ehhez a forráshoz, ezt újra elmondanám. Az anyukám 2002-ben halt meg, és annak idején nagyon szomorú voltam, a Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. És hirtelen jött egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, valahogy keresni akartam a kapcsolatot az égiekkel, és miután a nyaklánc úgy kimozdult, mint egy inga, itt ebből a forrásból kaptam bizonyos szavakat, mondatokat, és egy időben gondolatokat is, ami úgy kívülről jött, nem a saját gondolatom volt, és azóta dolgozom ezzel a forrással, hiszen kapok információkat, amit itt tovább adok számotokra. Természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy kéri egy választ a kérdésedre, írhatsz e-mailen keresztül, és én kinyitom a Bibliát, ebből a forrásból megkapod a választ. Az energiai egyensúly az 4000 forint. És most megnézzük a Biblia üzenetét. Hamarosan hallani fogsz valamit, és ez a hír, ez az üzenet fontos lesz számodra. Megszépítesz valamit az otthonodban. Lesz vásárlás is. Most és a közeljövőben is szorgalmas leszel, sok lesz a munkád. A szerelemben lesznek változások, valaki útban van hozzád. Kapsz egy jó hírt, és ez erőt ad számodra. A múltban voltak hamisságok, de ez már eltűnt az életedből. Nyisd ki a szemedet, hiszen hamarosan látsz valamit, ami fontos számodra. Vedd ezeket a dolgokat észre, hiszen befolyásolja ez a jövődet.
Maradjon meg a hited, hiszen a jó Isten nem fog számodra csalódást okozni. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!